ahhoz, hogy egy polgárőr kutyával megerősített szolgálatot láthasson el, ahhoz a Dunakeszi Rendőrség Oktatási Központban vizsgát kell tenni. Zsetrónak két ilyen vizsgája van, az úgynevezett polgárőr kutyavizsga, amit tulajdonképpen egy személyvédő vizsgát jelent, tehát hogyha járőrözés során polgárőrt támadás éri, akkor jogos védelmi helyzetben lehetősége van, hogy kutyát alkalmazon, reméljük soha nem fog erre sor kerülni, de egyébként Jetronnak a fő profilja eltűnt személyek keresése, és ettől az évtől kezdve a polgárőrségen belül is megnyílt erre a lehetőség, a szolgálati szabályzat módosítását, a rendőrség között és a polgárőrség közötti együttműködési szerződés módosítását, illetve egy sikeres vizsgát követően a polgárőrség kutyás szolgálata is kiegészült, most már keresőkutyás szolgálati formával. Polgárőr keresőkutya vizsga után most már polgárőrként is lehet keresésekben részt venni, de mi már évek óta mentőkutyásként is dolgozunk ezen a területen. Jetronval több mint 40 sikeres bevetésen. Jó, csak annyi, hogy itt a zöld autó után valahova, vagy ott az utolsó kocsuk. És amikor elfutsz, akkor a gumikesztyűt dob le ide a kutya elé. Dob le a gumikesztyűt. Azaz. És futás. Hogy a kutya ne lássa.